Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a Mementó Park elől. Leszek, ezt fogom ma megnézni. Innen várható egy pár perces videó. Nézzétek! Ott van a csizma. Ez volt az egykori szállítszobor. Ez már most látszik. Ugye 56-ban ezt döntötték le ott a felvonulás térnél a Városligetnél, és ugye így tudták elfűzésen, hogy a csizma ott maradt. Szóval nagyon sokáig ott volt. Többit pedig majd megnézzük mindjárt. Remélhetően nyitva van, a Google azt mondta, hogy 16-ig nyitva van. És innen lehet közelebből megnézni a csizmát. Na, ugye, megnézzük zoommal. Ez a Stalin csizmája. Na, ezt nézzétek. Néhány korabeli plakát itt kirakva. És elvileg itt vannak a, itt van a belépő is, hogyha ezek itt már rögtön van két szobor. Na, majd mindjárt megnézem, hogy mennyibe kerül és hogy nyitva van-e. És akkor már ide bent, ezt nézzétek. Egyébként én voltam itt, azt mondja, jól emlékszem 2003-ban, de lehet, hogy 2002 volt. De egyszer voltam már itt, mert annak több mint 20 éve. Hát nem tudom, mi változott azóta. Csak van valahol valami kiírás, hogy mit látunk a szobron. Ja, sőt, még azt is írják, hogy honnan hozták ide. 1956-ban ez adás ott volt Kőbányán, a Szent László téren. Hát arrafele jár most a 3-as villamos. Ez egy felszabadulás emlékmű. És egyébként elég érdekes az időjárás, mert hol kisüt a nap, és akkor meg ilyen nagyon meleg van. Vagy pedig az előbb még az eső is szemelt ki, meg valamikor a szél is feltámad. De mondjuk azért nagyon hideg, mint csak akkor, ha elmegy a nap. Hát... Jó, na, hát ez meg mi akar lenni. Erzsébet körúton volt a Józsefvárosban, ami akkor Lenin körút volt. Na, na. Ugye az egyik videóban mondtam valaki azt, hogy ha a 6. Lenin. De a vízbe is benne volt, Jív Béla és 6. Lenin. Hát, nézzük akkor elfele. Egyik. Nincs el rossz idő, viszont alig van bent valaki, úgyhogy most legalább nyugodtan körbe lehet járni. Tényleg kb. Rajtam kívül senki nincs itt. Na, hát ezt az urat se ismerem, legalábbis így szoborról. Na, megnézzük, hogy hívták. Dimitrov. Dimitrov. Ja, a fővámteret is Dimitrov térnek hívták. Miket meg nem tudunk. Tudom, hogy a Lehel tér az élmunkás tér volt, ott ilyen megállt a metró is, tehát a régi megálló táblákban ott van. Ezek a régi elnevezések, hát nem mindegyik van meg így kapásból. Tecsősi emlékmű. És ott van középen Kun Béla. Vele szerettek volna nagy felóig beszélni a emlékezetes érző számukba. Hát ez a készfogó. Ez is oda. Na, szüngyárgy. És ismét Lenin. Ez volt a csepelművek bejáratánál. Hát mondjuk annál jobb, hogy érkedes, sose találtak volna neki. És akkor ezt. És akkor gyerdefele lesznek szerintem az izgalmasabbak. Egy emléktábla, és itt van egy másik érdekes szobor. Szóval megpróbálom előkeresni a fényképeket, amiket így kb. 20 évvel ezelőtt csináltunk, ugyanitt. Sajnos azok még nem digitálisak, 2002 olyan 2001 környékén készültek, most pontosan én sem emlékszem, mikor voltam itt, de voltak fényképek, és például ez már akkor is itt volt, ez amit nem tudtunk akkor sem ide vélni, hogy ez most mi akar lenni. Na. Munkás mozgalom emlékmű. Az akkor egy hűvös völgyben volt, de itt két kéz fog egy golyót.
És akkor most nézzétek meg ezt. Harcos emlékmű, az oké. Nemzetközi brigád magyar harcosainak emlékéve. De mit csinálnak itt? Tehát ez tipikus, amikor visszajön a térerő, és mindenki próbál telefonálni, ez kb. Ugyanaz, hogy... Tehát mintha telefonálnának. De nem. Most jött vissza a térerő mindenhol. És ez a szobor is például Zuglóban volt. Az egykori 56-osok terén volt. Ezek domborművek. De amúgy jól megcsinálták ezeket, igen, és hát azért látszik, ezeket még úgy csinálták, hogy örökké tartsanak. Ugye mióta itt vannak, azóta is gyakorlatilag semmi nem változott rajtuk. Hoppá. És ezt nézzétek, nem semmi. Na de ezt mondjuk nem tudom hova tenni ezt. Na, mindjárt megnézem a puskát, hogy ez mi akar lenni. Na, ezt nézzétek. Akkor itt vannak ezek a nagyobb fajta szobrok. Hát ez meg... Megint dombolművek, de... De ott a túloldalt van a puska, úgyhogy eddig nem fogom tudni, hogy micsoda. Október 30-án. Akkor ez is 56-os. Ez viszont a Nádai utcában volt a kommunista párt illegális nyomdája. És még egy emléktábla. És itt egy Hálmánkató emléktábla, az vagy annyiban is érdekes egyébként, hogy Isvánteleknél a fűtőházat a Szeretek Hálmánkató fűtőháznak hívták, ott ahol most a vasúttörténeti parkon. Ugye ezt még a Moldova Mozdony Füstje megcsapott könyvébe is emlegetik úgy, hogy a Hálmános fűtőház, pedig Törnev Kálmán elvtárs. Na, ez se semmi. És hát mi más olvashatna egy kommunista mint Népszavát? De hogy még ez is rajta van, hogy... Népszava újság a zsebébe. Egy felszabadulási emlékmű ismét. Ez is egy hatalmas emlékmű, nem semmi. De viszont ezt nagyon igényesen megcsinálták. És hát nem sajnálták az anyagot belőle, amíg most is megvan. Vesz a régi rádiót. Megkaptak már az információt, de ez még UL3 is van. Valószínűleg csak kellett itt. De van hosszú hullám rajta, meg rövid hullám is. Aha, rövid hullám is van. Akkor ezzel Szabad Európát is lehetett hallgatni. De ez a legláthatányosabb, ez a csizma.